A Magyar Közút Nonprofit ZRT munkatársai minden év november elején az összes üzemmérnökségen gépszemlét tartanak. Az ajkai telephelyen pénteken délelőtt megtartott téli gépszemlét követően az elmúlt egy évről kérdeztük az ajkai mérnökség vezetőjét. Hát nagyon fontos dolgok történtek. Az egyik leglátványosabb, hogy Ajkától déli irányba, Pula felé, a Padragi úton nagyon komoly felújítási munkákat végeztünk eddig, nincs még befejezve. Röviden felsorolva a vízelvezetést hosszú kilométerekre rendbe hoztuk. Azokat a régi korszerűtlen vasbeton korlátokat teljes mértékben kicseréltük, amelyek már a korszerű közlekedésnek semmilyen módon nem feleltek meg. Padrag alatt van egy nagyon veszélyes fasor, ahol belógnak az idősebb és behajló fák az út fölé oly módon, hogy egy komolyabb hónyomás esetén akár a járműforgalmat is veszélyeztetheti. Ennek is az eltávolítási és előkészítési munkálatait megkezdtük, ez a lombhullás után fogjuk indítani, tehát ez még az idejében, ez még ott befejeződik. Több helyen aszfaltoztunk, ugyanezen a szakaszon is. Kiemeltük azokat a nagyon veszélyes burkolathibákat, amelyek időnként elérték a személygépkocsiak alját is, tehát annyira mélyek voltak ezek a hibák. A másik látványos, az most a múlt héten történt, Ajka belvárosában, a lámpás csomópontban megcsináltuk a polgármesteri hivatal és a lámpás csomópont között a teljes burkolatcserét. Jövő héten lesz ennek a lefestése, tehát hamarosan akkor az autósok visszatérnek a régi, de felújított burkolatra. A Urkot irányába ott szintén komoly burkolatfelújításokat végeztünk, és áteresz javításokat is egyben. Ugyan innen egy kicsit kiesik ez a terület, de Zsófia pusztát, és a Zsófia puszta környéki vízelvezetést azt teljesen felújítottuk, új átereszeket építettünk, autóbusz megállót át kellett építeni, mert valamilyen hiba folytán ráépült a régi vízelvezetési rendszerre, de most már ott sincs a burkolaton víz a hatalmas nagy vízesések idején, illetve a nagy hóvadások idején, most már az árakba fog folyni a víz. A 8-as úton Ajka Gyepesig terjedően helyenként nagyobb, helyenként kisebb útfelújítások, burkolatfelújítások történtek, amelyek már a korábbi időszakban tűrhetetlen állapotot sikerült megszüntetni. Devecser körzetében is komoly munkálatok, előkészítések folytak és előkészítések vannak, és akkor egyből át is lépnénk egy következő, egy jövőképbe. Jövőre, 2018-ban előkészítés alatt van a 8-as útnak a felújítása a 4-sávos végétől, tehát hogyha jövünk ki Veszprém irányába, a 4-sávos végétől a Pápai elágazásig, pontosabban Csebányai bekötő útig lesz egy nagyon komoly burkolat felújítás. Ugye ez azért nagyon komoly forgalomkorlátozással is fog járni, mert az előkészítések során kiderült, hogy az a talaj szerkezet, ami megépült jó pár évtizeddel ezelőtt, az már a mostani terhelésnek nem felel meg, tehát helyenként ilyen 50-80 cm mély talajcserét kell végrehajtani. A következő szakasz az a Gyepestől kifelé, de főként Devecser környékén a nagy orosz burkolat részek lesznek kicserélve a 8-as úton. Ez már egy saját kivitelezés lesz. És ha már itt tartunk Devecser környékén, Devecsertől az úgynevezett Lomi úton, a Sümegi úton, ahol a mai napig folyamatos kátyuk képződnek, szinte már a harmadcseppektől is fölborul a burkolat. Itt is lesz egy komoly útfelújítás, és ezzel azért úgy a környékbeli nagyon-nagyon rongy állapotú utakat sikerül stabilizálnunk és rendbe tennünk. Ma ugye egy gépszemlén voltunk, ahol megtekintettük ezeket a járműveket. Van megfelelő mennyiségű járműve, illetve a hozzávaló személyzete az ajkai mérnökségnek? Hát a személyzet az most épp a csúcson van. Tehát kialakult most egy olyan korfánk, egy olyan életfánk, hogy vannak az idősebb kollégák, ugye a tapasztalattal, nagy tudással rendelkezők, de nekünk óriási szerencsénk van, mert jönnek a fiatalok.
méghozzá nem a nagyon fiatalok, hanem a ilyen 30-as korosztály, akiknek már megvan a kellő nyugalma ahhoz, hogy mondjuk egy 70 millió forintos berendezéssel ne szágódozzanak felelőtlenül. A gépek nagyon korszerűek, ugye most ért véget a szokásos téli gépszemlénk, GPS, azaz távvezéléses rendszerrel is működtethetők, GPS nyomkövetők vannak beépítve, szóróanyagmérők vannak beépítve, tehát mindenféle olyan mostani technikával el van látva, ami használható és jól működik. A sótárolónk tele van, ez egy óriási nagy megnyugvás az eljövendő időszakra nézve. Olyan szóróanyagunk is van, amelyeket nagyon nagy sikorság esetén is tudunk használni, vagy egy nagyon nagy hőmérséklet csökkenés esetén is. Ezek a szilárd szóróanyagok, tehát ezek az zuzalék vagy homok, hát az attól függ, hogy éppen mit szeretnénk a téli fenntartás során használni. Amikor itt most a gépszemlén végeztek a szemlével, akkor gondolom, hogy nem fognak megállni ezek a járművek, és várnak arra, hogy leessen a hó, hanem ugyanúgy folytatják a napi tevékenységüket, mint eddig. Így van, tehát be kell fejeznünk azokat, illetve el kell kezdenünk a veszélyes fáknak az eltávolítását. Ugye nem csak Ajkán és a környezetében vannak veszélyes fák, hanem minden távolabb is. Ugye a legveszélyesebb szakaszunk az pillanatnyilag a Nagy Alásony és a Kerta közötti Pápai út, ahol ilyen 40-50 éves nyárfákat kell kiszednünk ahhoz, hogy a forgalom biztonságot fönn tudjuk tartani. Milyen a kapcsolatuk a társszervekkel? Én azt mondom, hogy röviden, hogy tökéletes. Tehát kialakultak azok a hivatalos és nem pont nem teljes mértékben hivatalos, de mindenképpen pozitív kapcsolatok, hogy bármikor hívhatjuk egymást, és bármikor rábízhatjuk egymást a másiknak a döntéseire és az együttműködő szándékára. Ez egy nagyon jó jövőkép. Tehát éppen itt az előbb a katasztrófavédelemnek a vezetőjével beszélgettem erről, hogy átalakult a világ. És jó ez így. Jó ez így. Tehát jó az, hogyha valamilyen módon, ha baj van, akkor van egy szervezet, amelyik össze tudja fogni a munkára alkalmas és a munkára kész szerveket. Itt nem csak állami szervekről beszélünk ebben a pillanatban, mert beszélhetünk magánszervezetekről is, hogyha erről van szó. Hamarosan bekövetkezik a tél. Önök tudnak-e olyan felvilágosítást adni, hogy milyenek az utak? Érdemes elindulni, vagy inkább halassz a későbbre? Igen. Itt is a digitális technika is nekünk segít. A burkolatokban be vannak építve különböző hőérzékelők, és a mi kapcsolati rendszerünk is, tehát maga a közúti belső kapcsolati rendszer is olyan, hogy az egész országot pillanatokon belül tudjuk kérdezni, hogyha arra van szükség, hogy valaki mondjuk Grác irányába akar menni, akkor vagy bennünket keres, vagy egy másik szervezetet, de ugyanazt mondjuk valamennyien, hiszen azok a technikák rendelkezésre állnak, amiből ezt meg tudjuk mondani, hogy éppen azon a vidéken mi történik.